Zajlik a szüret. Kevesebb, de jó minőségű borok lesznek idén Szekszárdon. Legalábbis egyelőre ezt látják a borászok a két hete megkezdett betakarítás eredményei alapján. Fekete Mihály azt mondja, a növényeknek nagy stressz volt a nyári hőség és az aszály. Az a legnagyobb probléma, hogy ahol a nedvesség már kezdődik, ott már tápanyagoknak csak nagyon kis része van. Úgyhogy ez biztos, hogy meg fog látszani a termésen is. Tehát nem olyan lesz az összetétele, a termés nem lesznek olyanok a tápanyag arányok benne, hogy hát ez minden évben más amúgy is, de ez egy szélsőséges év az idei. Ez azt eredményezte, hogy korábban éred be a szőlő, és a szárasság miatt kisebb és aszottabb szemek jöttek létre, amiből kevesebb lét tudnak majd kinyerni. Bodri István úgy nyilatkozott, nem csak az aszály okozott nagy károkat, több ültetvényét elverte a májusi jégeső is. Kevesebb a termés, a minőség viszont jó, a lémennyiség az aszálynak köszönhetően tényleg kevés, tehát olyan fele 50-60%-os termés mennyiségre számítunk a jégverésnek és az aszálynak köszönhetően, de a minőség az véleményem szerint nagyon jó lesz. Bősz Adrián borász, a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnök elmondta, az elmúlt időszakban érkezett eső láthatóan javította a gyümölcsök állagán. Még a csapadék előtt akkor nagyjából olyan 30-35%-kal a beérkezett szüretekből mért adatok alapján 30-35%-kal volt kevesebb a lémennyiség, illetve a termésmennyiség. Ez most az eső után azért nagyjából ebbe a remélhetőleg a 10-20%-ra azért visszadúzzad. A borász hozzátette, ha esős, napsütéses marad az időjárás még 2-3 hétig, akkor lehet, hogy még ennyi légkieséssel sem kell majd számolni.